Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a kiosztott éneket. Az Úr én nékem őriző pásztorom. Az Úr én nékem őriző pásztorom. Az és semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörű széllel engemet éltet, és szép kies folyó vízre legeltet. Lelkemet megnyugtatja szent nevében, és ezért engem ég az ösvényében. Még sincsen rajta többi vers. Ezen a miénk rajta van, a versek rajta van, a miénk. Rajta van, de ezen nincsen. Mert van a következő az egyháznak, nem baj. Mert nekünk még csak ez van rajta. Majd a végén majd összeszedem. A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, őszintévé és tisztává tétele jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Örökké való Istenünk, mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálat elszével magasztalunk és dicsőítünk téged, itt ebben az otthonban. Köszönöm te néked, hogy egy hónap elteltével újra itt lehetek az én idős testvéreim között. Köszönöm, hogy még tart a kegyelmi idő, még hirdetetik az evangélium, hogy minél többen megtérjenek. Mert az a te akaratod az írások szerint, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. De tudjuk nagyon jól, Uram, hogy kemény nyakú ez a nép. Nem csak az Izrael népe volt kemény nyakú annak idején, amikor vezetted őket a pusztába, hanem most a mai kereszténység is, Uram. Tudjuk azt nagyon jól, Uram, hogy mielőtt visszajössz, vajon találsz-e hitet a földön? Mert a hitehagyás korszakát éljük, Uram. Mert hitetlen ember nincsen, csak azok száma fogyatkozott meg, akik te benned hisznek, Úr Jézus. Mert nem adott ott másban üdvösség, csak te benned, mi Urunk Jézus Krisztus. Aki hisz te benned, annak van örök élete. Köszönöm te néked, mennyi édesatyánk, hogy van még lehetőség arra, hogy halljuk az igét, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ezért könyörgök te hozzád, buzdítsod az embereket, hogy a harang hívó szavára járjanak az Isten tiszteletre, hogy hallják, mert milyen sokan vannak, Uram, akik még nem is hallottak te rólad, vagy akik hallottak is esetleg, vagy ismerik a te nevedet, sokszor csak káromlás formájában veszik az ajkukra. Bocsáss meg nékik, Uram, de könyörgök te hozzád munkásokért. Uram, az aratni való sok a munkás kevés. Te mondottad, Úr Jézus, hogy kérjük az aratás, Uram,
hogy külön munkásokat ezzel a társában. Könyörgette hozzám most is, te áld meg a mi együttlétünket. Köszönöm, hogy ilyen szép számmal összegyülekezhettünk, és hogy együtt lehetünk, hogy halljuk, szóljon és halljuk az igét, Uram. Te szólt, tehát egy arról szolgált szájába, hogy azt mondjam, amit rám bíztál, és minden hiávalóságot védj ki ez egy számból, amely csak ami épít és hasznos az üdvösségre. Könyörgő közelben és távolban lévő szeretteinkért, könyörülj még rajtuk is, akik, ha még nem tértek meg, hogy megtérjenek, és üdvözüljenek ők is. Hogy ott álljunk majd üdvben öltözötten, én és szeretteim körötten. Hallgass meg minket, a názáreti Jézus nevében kérem. Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen. Amen. Nézzem, már nem tudom, hogy sokat bekapcsoltam-e. Be van. Be? Jó, akkor működik. Kedves testvérek, az a szent ige, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva, bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva található a Jakab apostol levelében, a harmadik részben, az első résztől, az első versétől a 12. versig bezárólag a következőképpen. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, mert tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Ime a hajókat milyen nagyok, és bármi erős szelek hajtják is őket, egy egész is kormányróddal oda lehet irányítani, ahova a kormány is akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testét, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Ime egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújtsak. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja az egész testünk életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember, a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyan abból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kell ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyilásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e a testvéreim a füge olajbogyót és a szőlőfügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Eddig Isten igéje. Kedves testvérek, Jakab apostol nagyon kényes dologra virágított rá. Ki gondolná azt, hogy beszéddel, nyelvvel ölni lehet? Nem kell hozzá se kés, se semmi. Lehet ölni, meggyilkolni az ember. Hogyan? Ezt illusztrálására hagyd mondjak el egy kis történetet egy kisfiúról, aki, hát nem mondom, hogy egy szellemi fogyatékos volt, olyan szeléd, és úgy is szokták jellemezni, tutyi-mutyi, nem olyan élénk, mint általában gyerekek szoktak lenni, és hát a tornaórán nagyon esetlen volt.
És hát a torna tanárival nem tudott felmászni a kötélre se, meg ugrani se tudott, akkor mindig lesikvált, hogy minek él az ilyen, aki ilyen tehetetlen, meg ilyen gyámoltalan. Aztán egyszer ezt a kisfiút az erdőbe felakasztva találták. És ott volt mellette egy papíron felírva az, hogy minek él az ilyen tucimunki gyerek. Ugye? Látjátok, hogy a nyelvvel lehet ölni is, pedig hozzá se nyúlt az a tanár. Csak ezt mondta neki, és állandóan mindig rágalmazta, és ő azt mondta, hogy hát valóban igaza van neki, a gyerek azt mondta magába, igaza van, hát minek él akkor az ilyen ember. Tehát, de nem csak úgy, hanem a másik módja pedig, amelyik nagyon veszélyes, a pletyka, a rágalmazása. A rágalmazás az egyik legveszélyesebb dolog, amikor megrágalmaznak valakit alaptalanul. Mert még hogyha alapos is a dolog, de a pletyka az tönkre tehet házasságokat, és tönkre teheti az embernek az életét. Ugye? Éppen azért nagyon meg kell fontolni az embernek, hogy mit mond. Késedelmesek a szólásra, és gyorsak legyünk a hallásra. Mert meg kell hallgatni az igét, mert az ige azt mondja, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által. De mi módon hihetnének, hogyha nem hallották? Ha egyáltalán nem is érdekli őket. Én nem tudom, hogy van-e olyan ember, aki ne hallott volna még arról, hogy két lehetőség van az élet után, a kárhozat és az üdvösség. Biztos, hogy mindenki hallott róla már valahol. Ha nem is a családba, de valakitől biztos hallott róla. Azt mondja, Izrael népének, Mózes által az Isten, hogy elébb adtam az életet és a halált, válaszd az életet. Mert tulajdonképpen a halál az nem más, mint egy átmeneti állapot a kárhozatban, vagy az üdvösségben. Akkor, amikor az egyik fiatal is oda vitték Jézushoz, hogy meghalt, akkor azt mondta Jézus, hogy nem halt meg, csak alszik. Tehát alá hasonlít az alvás állapotához. Az alvásból pedig fel lehet ébredni. És hát tudjuk nagyon jól, hogy van feltámadás. Azt írja az apostol, hogyha Krisztus nem támad fel a halálból, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mert hiába való a mi prédikálásunk, és hiába való a ti hitetek is. De Krisztus mint egy első zsengeként feltámadt a halálból. Mint egy első zsengeként. Bebizonyítva azt, hogy van feltámadás, és ugyanúgy, ahogy ő feltámadt. Na mostan, nagyon sokan viszont ezt nem tudják, csak akik ismerik az írásokat, ismerik a Bibliát, csak azok tudják, hogy a feltámadás se egyszerre lesz. Nem, két részbe fognak feltámadni az emberek. Először állapotól azt írja, először feltámadnak azok, akik az Úrban haltak meg. És azok elragadtatnak azokkal együtt, akik akkor élnek, akik hisznek az Úr Jézusban. Azokkal együtt elragadtatnak hozzá az Úr Jézushoz, magához. A többiek pedig itt maradnak, mert lesz még egy nagy korszak, olyan szenvedéskorszak, most is van. Látjuk, milyen szenvedések vannak most. A televízión keresztül láthatjuk, hogy mennyi sok katasztrófa van, mennyire szenvednek az emberek. Na de hát az semmi az képest, ami akkor majd eljön. Az emberiségre, akik nem hisznek. Tehát az örök kárhozat az más, mint az első halál. A második halál az,
amelyik a kárhozat. Van is, szokták is temetéskor énekelnénk, ments meg, Uram, engem az örök haláltól. Az az örök halál. Mert az első halállal, aki asszonytól született, annak általában meg kell halni, igaz? Mert az hozzátartozik az élethez. Meg kellett Ádámnak és Évának is halni, igaz? És meghaltak. Meghaltak azok, akik már eddig elhunytak. De az nem mindegy, hogy hova kerül a lélek. Mert a lélek az nem hal meg. Mit olvasunk Jézusnak a haláláról? Kilehelt a lelkét. Igaz? Ment oda. Mit mondott a latornak? Ma velem leszel a paradicsomban. Tehát oda ment a lator lelke is, ahova az Úr Jézus lelke ment. Igaz? A másik épp pedig hova ment? Hát a gyehennára. A pokolba. Jézus mondott is egy példázatot erről, a gazdag és a Lázár történetét, biztos, azt hiszem én is szolgáltam már erről itt egyszer, a gazdag és a Lázár történetére, hogy meghalt a koldus, és vitették az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Az írások szerint az Ábrahám kebele pedig nem más, mint a mennyország, az üdvösség. Meghalt a gazdag ember is, és kinyitotta a szemét a pokolba. Így van benne a Bibliában. És milyen érdekes, ott már megtért a gazdag ember is. Megtérhetett volna, ha lehetségesett volna. Mert néve szólított, hogy Ábrahám, küldd el Lázárt, hogy mártsa ujját a vízbe. Enyhíts a gyötrelmemet. Tehát láthatjuk, hogy a szája lehet ölni, de ébreszteni is. Ébreszteni is az embereket. Éppen azért nagyon fontos, hogy amikor beszélgetünk, miért szoktunk beszélgetni? Általában. A buszon, vagy bárhol, ahol találkozunk, akkor előhozunk a nyomorúságunkat, jaj, már megint elmerték az árakat, vagy stb. De mikor kérdezünk meg egymástól azt, hogy ha eljön az Úr Jézus, vajon hova is kerülünk? Tudjuk-e, hogy hova kerülünk? Ezt nevezik ügybizonyosságnak, vagy bizonytalanságnak. Mert aki bizonytalan abban, hogyha megkérdezem tőle, hogyha meghalnánk most, akkor hova kerülnétek? Ki tudna rá válaszolni? Legtöbben tudjátok, hogy mikor megkérdezem, hogy mit válaszolnak rá? Majd az Isten eldönti. Majd mérlegre teszi a cselekedeteinek, azt akkor majd a mérleg, amelyik oda kerülök majd. Ez pedig nem igaz. Mert cselekedetek által nincs üdvösség. Csak hitáltal, kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. Nem tőletek van, Isten ajándék, az üdvösség az ajándék. Azt nem lehet megvásárolni. Még milliárdokon sem. Akármilyen jótételi adokozást is végez valaki, azok tulajdonképpen szükségesek az adakozások, de hogyha nem hídből van, ha csak azért teszem, hogy hát én ezzel vagy mások előtt dicsektem, hogy adakozok. Hála az Úrnak már Szilvás Háradon elértem, azt már jó ideje szoktam ott is szolgálni, hogy most már nem kérik azt, hogyha adakozik valaki, hogy név szerint kihirdessék, hogy Isten dicsőségre elég ez adakozott. Csak név nélkül adomány érkezett, stb. Mert mit mondja az élet? Ha is kihirdetnek, bizony elvették jutalmukat, mert már eldicsekedtek vele. Amikor adományt azt ne tudja a te jobb kezed, hogy mit cselekszik a bal kezed. Tehát láthatjuk, hogy a cselekedetek által nincs üdvösség. Nem lehet annyira jó tenni, a bűnt nem lehet jóvá tenni.
senki nem teti jóba. Az a rabló gyilkos lator ott a kereszten, az már nem tudta jóvá tenni azt, akinek ögölte például a szüleit, az apját. Gyerekének nem tudott, hogy most, jaj, majd segítem a gyereket, hogy ki tudják iskoláztatni, igaz? Annak már nem volt semmi ideje rá. De hite volt. Hitte, hogy Jézus Krisztus a zsidó királya. És eljön majd az országában, tudta. Rablógyilkos is tudta az írásokat. Tudta. Mégis a Szentlélek kijelentette neki. És az által szólalt ő. Láthatjuk, hogy a beszéd által lehet üdvözülni. És itt a minden az elején azt olvastam, hogy testvéreim, ne legyetek sokan, akik igen hirdetők, tehát ne legyetek sokan, mert több kéretik számon. Mert az igen hirdetőknek is vannak hiányosságai. Amikor sokszor nem azt mondják, amit kellene mondani. Emlékezünk vissza, ugye annak idején a Rákosi meg a Kádár korszakban, hogy voltak békekapok. Akik azt mondták, amit a kormányzat meg kellett neki mondani. Még agitáltak is a TSZ-be, igaz? Ezzel kell lépni. Tehát azért mondom, ha valaki nem az Isten igéjét szól, ha valaki szól, mint az Isten igéjét szólja, csak az igére. Nem, Pál apostol írja az egyik levelében, azt hiszem a korintusi beléhez, nem tudom pontosan, hogy nem akarok tudni másról közöttetek, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettem. Mert nem adott más név, aki által megtarthatnám, csak Jézusnak a neve. És hát ugye a ige hirdetőknek annak ismerni kell az írásokat. Éppen a múltkor hallottam az Evangélium rádióba, hogy megkérdezte az egyik fiatal lelkészt, a idősebb lelkész, hogy mennyi időt szokott fordítani a ige szolgálatra. Hát azt mondja, hát úgy 2-3 óra hosszát. Miért kérdezte ez meg az idősebb lelki pásztor? Mert az ő prédikációját mondta el. Az idősebb lelkészét. Meg betanulta. Tehát láthatjuk, hogy ellopják a másoknak az igényeket, pedig el kell kérni az Úrtól. És sokszor izzadsággal kell megöntözni, ha száraz az ige. Úgy mondta az öt értelemben is, hogy száraz az ige. Izzadsággal kell megöntözni, hogy nedves legyen. Én is általában mindig, amikor készülök szolgálatra, elkérem az Úrtól az igét, már jó egy héttel előtte. Miről akarja, hogy szolgáljak? És akkor mindig imádkozok is érte, és olvasok is hozzá kommentárokat, igehirdetéseket. Mert nagyon jó igehirdetéseket lehet most már. Az éterhullámon keresztül nagyon sok jó dologhoz jut hozzá az ember, nem csak arról, dologok vannak az interneten, nem kell kárhoztatni az internetet, mert jó dolog is van. Tehát láthatjuk, hogy a nyelv az nagyon hasznos is lehet, de káros is. A nyelv bűnei. Azt mondja, hogy ezzel áldjuk az Urat, és ezzel átkozzuk az Isten képmására teremtett embert, embertársainkat is átkozzuk. Pedig ha az embertársainkat átkozzuk, akkor a teremtőt is átkozzuk, hiszen saját képére alkotta az embert. És annak pedig nem lesz jó vége. Hogy mindenképpen mindenki elveszi a jutalmát. Éppen mondom, hogy a cselekedetek is, azok is nagyon hasznosak, de
azok nem üdvösség szerzőek, a cselekedetek. Tulajdonképpen nem lehet leimádkozni se lehet, ahogy hívják, hogy a bűnt. Csak megvallani és elhagyni. Mert hiába bánja meg a bűnt. Emlékszek rá, egyszer még akkor nem volt kocsim, aztán busszal mentem Szilvásváradra fel, aztán egy fiatal ember is ott volt, és én a busz megállóba, és egy ketten voltunk, és megkérdeztem tőle, hogy tudtam nagyon jól, hogy csalja a feleségét, házasságtörvényt, és hát kérdeztem tőle, hogy hát mondjad már, hogy hogy rendezed el ezt a bűnt, ezt a házasságtörvényt. Tudod, azt mondja, elmegyek, azt meggyomlom. Minden egyes esetben meggyomlom. De nem hagyja el. Látjátok, ilyen sucik az ember. Egy Istennel szembe is ilyen sucik. Hát akkor az emberekkel szemben milyen? A magatart, ilyen viszont. De Isten megismeri a belsőnket is, a lelki világunkat is, a gondolatainkat is ismeri. Nem csak tettben, cselekedetben lehet érkezni. Itt éppen a paráznaságról hallgattam a múlkor egy igényedetést, hogy nem csak az érkezik, aki házasságtörő valóban, hanem azt mondja az ige, hogy ha valaki asszonyra tekint kívánságnak okáért, már paráználkodott az ő szívébe. De ez vonatkozik nem csak a férfiakra, az asszonyokra is. Mert hát a kívánság ugyanúgy megvan az asszonyoknál, az nőknél. Tehát ezért mondom, hogy aki viszont Krisztustól született, újjászületett magyarul, az új teremtés. Ugyanúgy, ahogy le lehet szokni, az Úr Jézus meg tud szabadítani a dohányzástól, a kábítószertől, az italtól, meg tud szabadítani. Mert aki Krisztusban van, az valóságot szabad. A református iszákos misszióba is jártam régebben, még fiatalabb koromban, és láttam fiatal embereket, akiknek ilyen úgy reszketett a kezük az elvonási tünettől. És nem tudtak megszabadulni, pedig már nagy fárt, ott van egy ilyen, hogy hívják már ezt az intézménynek. Mindegy, ahol államilag kezelik az alkoholistákat. Többször is megjártam már azt az intézményt is. És mindig visszaesett, és elkerült ebbe a misszióba, ahol tulajdonképpen még oda is jött magával egy pohár pálinkát, egy üveg pálinkát, de elvették tőle természetesen, és akkor, amikor, ez egy hétig tartott, gyógyító hétnek hívják ezt, és hétig tartott, és megtért, hiszre jutott, elfogadta az Úr Jézus megváltójának, és hazament, és megszabadult, és nem kívánta az ital tovább. Mert akit a fiú megszabadít, az valóságban szabad. Csak rá kell hagyatkozni. Úgy oda kell menni, ahol a szabadulás van. Eszembe jutott már alkohol elvonó kúra. Igen. Eszembe jutott már. Mert hiába azért már az én agyom tekervényei sem már olyanak, hogy... Egyből működnek. A milyen is. Ez már úgy, olyan dolog, de hát addig, amíg szükséges, addig hirdetni kell az evangéliumot. Beszélni kell szobatársunkról. Most legutóbb hasnyálméli gyulladással voltam a kórházban, aztán és volt ott egy szobatársam volt, akkor csak nem volt a második ágyban, nem feküdt senki. Aztán beszélgettünk sokat, mert ismertem amúgy a Bibliát, de amúgy nem volt neki ellen, nem volt
Nem volt hite. És beszélgettünk sokat a hit dolgairól, és egyszer azt találtam neki mondani, hogy tudod, hogy én most emiattad vagyok itt ebben a kórházban. Úgy rám nézett, olyan nagy szemeket meresztett az ember rám, akkor azt mondtam, mert Isten azt akarja, hogy beszéljek neked Jézus Krisztusról és az üdvösségről és a kárhozatról, hogyha nem térsz meg, akkor elkárhozol. Ezért vagyok itt. És mikor, de ő korábban az egyet, mint én, gyötért a felesége, azt mondtam neki, hogy emlékezz arra, hogy mit mondtam neked, hogy térnek. Útra valóra azt mondom neked, hazafele legyek. Tehát amikor is nem véletlenül kerülhetek oda. Mondom, hogy már 9-szer voltam kés alatt, de kórházban még már többször is voltam, mint 9, de mindannyiszor azzal bízott meg az Úr, hogy beszéljek az embereknek, a szobatársaimnak beszéljek Jézusról. Mert csontjaimban rekesztett tűz, ahogy mondja is az ige. Az, hogy embereket mentsünk. Legelsősorban a szeretteinket bízta ránk Isten, a gyermekeinket, feleségünket, férjünket. Őket bízta ránk Isten, hogy oda vezessük. Mert a beszéd által van. Tetszett az Isten, Istennek, azt mondja az ige, hogy az ige hirdetés bolondsága által hívja a híveket. Mert azoknak, akik nem akarnak hinni, azoknak bolondság, igaz? De akik megtartatunk, annak Istennek ereje. Mert a hitetlen embernek mondta is, többször régebben a feleségem, hogy tudod, hogy hát farány borsőzeknek beszélni, nem igaz. Hát rajtam kéri számom majd annak idején. Hogy miért nem beszéltél ennek az embernek róla? És hát világos dolog az, hogy aki olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket lehet beszennyezi. Az egész testünket be tudja szennyezni a nyelv. Nem ér. A nyelv, ez a nyelv bűnei. Mert aki, az ember nem tudja, csak az állatokat, azokat ugye olvastam, azokat meg tudja szelídíteni az állatokat, de a nyelvét, a saját nyelvét nem tudja megszelídíteni. Ahhoz csak egy valakinek van hatalma. Az Úr Jézus Krisztusnak. Ő tudja. Aki befogadja a szívébe az Úr Jézus Krisztus, akkor ő átveszi az uralmat. Mert minden ember szívének van uralkodója. Minden ember szívébe. Vagy a sátán, vagy az Úr Jézus. Kettő hatalmasság van ezen a világon. Kettő hatalmasság. Mondja is az egyik helyen az ige, hogyha kimegy a gonosz lélek az emberből, és azt mikor visszatér, kitakarítva találja, elmegyen és vesz maga mellé, még heted magával tér vissza a gonosz lélek, és rosszabb lesz a helyzet az elsőnél. Ismerjük a gadarai megszállatnak a történetét, hogy légió volt benne, amikor megkérdezi, hogy ki hanyan vagytok, hogy hívnak, azt mondta, hogy légió. Tehát egy légió pedig több mint 1000 katona. És akkor mennyi ördög? Hát nem tudom, azt hiszem, hogy 400 disznó volt ott, amikbe belementek. Tehát annyi ördög volt benne, ahogy disznó volt ott. Milyen lehetett az állapot annak az embernek? Akiket még lánccal sem tudtak megkötözni. Mert ne felejtsük el, hogy az ördögnek is van hatalma. Még gyógyítani is. Emlékezünk vissza annak idején, volt egy orosz gyógyító, aki a kévé képernyőjén keresztül gyógyított, igaz? Rá kellett tenni, aki a képernyőjén, no elég baj az, aki ezt igénybe vette. Ezt elhitte.
meg aki állja, ezt igénybe vette, ezt ennek a segítségét. Elég bajod. Vagy például így van az agykontroll. Az is, azzal is a sátán költözik be. Ismerek valakit, aki nem tudott nyelveket megtanulni, nyelvet tanulni, nem tudott nyelvvizsgát megtenni. És kérem szépen, javasolták neki, hogy menjen el egy ilyen agykontroll tanfolyamra. El is ment, valóban, és igénybe vette ezt a folyamat, és három nyelvet is meg tudott tanulni, három nyelvet. Igen, de ezzel eladta a lelkét az ördögnek. És nem tud megszabadulni. Nem tud megszabadulni. Megkapta, amit akart, de már azt, amit az Úr Jézus akart adni neki az üdvösséget, azt már nem. De nem is akar megszabadulni, ez a borzasztó, mert ismerem. Na hányszor mondtam neki, hogy az Úr Jézus meg tud szabadulni, szabadítani, ha akarod, de nem is akar. Nem is akar. És ami még borzasztó, még másokat is belevitt majd ebbe a bűnbe. Másokat is. Mert olyan, mint a ragályos betegség. Úgy van, mi most a politikában olvasuk ezt a dollár baloldalt, igaz? Hogy ingyen nem adták, mit kérnek cserébe? Az ördög is mit kér cserébe? A lelkedet. A lélekért folyik a harc, az emberi lelkekért, azért folyik a harc. A sátán is harcol. El szoktam mondani, hogy a templom padjai között, a templom padjaiba, minden ember mellett ott ül egy gonosz szellem. Ott van. És úgy elvonja, el tudja vonni a figyelmet. Magamon tapasztaltam, én arról beszélek. Magamon tapasztaltam. Például csak így emlékszek rá, hogy egész igehirdetés alatt, mikor hallgattam az igét, azon járt az eszem, hogy ugyan elzártam el a gázt. Állandóan azon járt, nem is tudtam, hogy miről beszélt a lelkész. Ugye? Tehát ezért mondom, hogy ott vannak a gonosz lelkek. A kocsmában nincsenek ott az ördög a gonosz lelkek. Még a diszkóban, még ezen a helyen. Miért? Mert ott az övéi vannak. Azok már az övéi mind. Mert akik az Úr Jézusai, azok ilyen helyre nem járnak. Igaz? És hát mindezek általában beszéd által terjedik, nyelv által. Ezért mondom, hogy a nyelv az kicsi dolog, és tudja irányítani nem csak a saját testünket, hanem még a másokét is. Másokat is. És vigyázni kell, hogy ne szennyezzük be magunkat. Nem mindegy, hogy mit olvasunk, vagy mit nézünk. Mert tulajdonképpen általában két fontos kapu van az emberen, a szem és a fül, amin beáradhat a szenny is, és az ige is. Olvasni és hallgatni kell az igét. Azt mondja, az alkalmatosságokat áron is megvegyétek. Az alkalmatosság. Mennyi időt tudunk tölteni az Úr Jézussal naponta? Van úgy, hogy el kell utaznom valahova, és akkor felkelek két órával korábban, az óra két órával korábban, hogy meg tudjam tartani a csendességemet. Nagyon hosszú ima lajstromom van. És csak úgy tudom felsorolni, a sorba mondom, az Úrnak, eléviszem az Úr elé őket. Tartsassanak könyörgések, azt mondja, hogy fejedelemségekért is. Mikor imádkoztál utoljára az egyház vagy a ország vezetőjéért? Név szerint. Pedig végében benne van, hogy kötelességünk imádkozni értük,
hogy jól levessék az országot, vagy, a, vagy az egyházat. Vagy ne tanítsanak hamis, hamis liberális teológiát például. Befertőzött már a liberális teológia, és a teológiákra kikerülnek már liberális ifjú lelkészek, akik kétségbe vonják. Emlékszik rá vissza, ma, amikor én 40 évesen jártam a teológiára, levelező teológiára is, mindjárt az első órán, amikor az ószövetségi professzor tanított, mindjárt a teremtés történetén kezdte, igaz, és azt mondta, hogy hát vegyük tudomásul, hogy a teremtés történet az egy a teremtés történet és mitoszok közül. Mi már, akik levelezőtől voltunk, mind hitben jártunk, tehát mindjárt az élet megfordult bennem, és akkor jelentkeztem. Tessék, mit akar. Mondom, de professzor úr. Én már gyerekkoromtól tudom, hogy nem mitosz az Isten igé, a teremtés története, hanem az Isten igéje. Az a professzor se köpni, se nyelni nem tudott. Egy szót se tudott szólni rá. Látjátok, már akkor, 74-ben, már akkor a liberális tanítás befertőzött a teológiába. Hát akkor még most már, amikor már a liberálisnak a fénykorát élünk. Kétségben vannak, biblia kritikák vannak már, jelennek meg. Hogy ilyen ellentmondások vannak a Bibliában, stb. Elhitetik az emberekkel, hogy nem igaz. Pedig hát láthatjuk, hogy Isten igéje élő és ható, ezt mondja. Eljut a velőknek és a veszélynek elosználásáig. Azért kell minél több alkalmat megragadni, akár a rádión keresztül is, vagy a televízión keresztül is vannak igényedetések. Van úgy, hogy mikor délelőtt elmegyek az Isten tisztelt a Szilvásra, akkor felveszem, van ez a box, a média box, felveszem rá, az Isten tiszteletét, azt mikor hagyja, még délután Isten tiszteletét megolvasom. Mert szükségem van rá. Szomjóhozik a lelkem az Isten igényére. Tehát meg kell szelídíteni a nyelvet, ez pedig nem megyen. Az ember meg tudja, ahogy mondtam, az áradot szelídíteni, de a nyelvet csak Jézus Krisztus tudja. Azért kell elkérni az Úr Jézustól. Uram, szabadíts meg! Látod, hogy nem vagyok képes, mert én gyenge vagyok. Én nem vagyok képes szembeszállni az ördöggel. De te igen, te legyőzted. A győzelmes kiáltás elhangzott ott a Golgotai kereszten. Elvégeztetett. Te elvégezted az emberiség megváltását. Aki akar, jöhet hozzád. Azt mondtad, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem, el nem üzem magamtól. Mert ő szeret. Ő a bűnösöket szereti. De a bűnt az gyűlöli. Csak a bűnös szereti. Azért akarja, a bűnt, akarja megszabadítani a bűntől. És ez nem egy másképp, csak az ő vére által. Mert ugye, hogy Izrael népének mit kellett csinálni? Tiszta, szeplőtelen báránt kellett megáldozni, és vérét öntani, és ráhinteni az oltárra. Véres áldozat nélkül nincs bűnbocsánat. És ezért kellett az Úr Jézusnak véres áldozatot mutatni be. Nem felakasztani, hanem úgy kellett meghalnia, hogy, hogy véres, vére folyjon. Úgy kellett meghalnia. És az a vér az egész világ népe bűneire elégséges. Elégséges.
Hogyan menekültek meg Izrael népe ottan Egyiptomba? Az elsőszülött gyerekek hogyan menekültek meg? Egy bárány vérével kellett megfesteni az ajtófélfát. És ahol megvolt ez a bárány vére, oda az öldöklő angyal nem ment be. Nem ölte meg a gyereket. Csak a fáraónak a gyermekeit, ugye csak az egyiptomiak gyermekeit ölte, elsőszülött gyermekeit. Mind megölte. És látjátok, Izrael népe mégis ilyen csodákat élt át, és mégis nem fogadta el az Úr Jézust is. Még a mai napig is várják a Messiást. A természetes, hogy az első gyülekezet is Izrael népéből született, igaz? Első pünkös volt, tudjuk nagyon jól. Sőt, már ugye a 12 tanítvány is, az is Izrael népéből származott, tehát tulajdonképpen, de még most is. Most se fogadják, ők még fogadják a Messiást. Tehát figyeljünk oda arra, amit az ige tanít. Amit az ige tanít. Nem véletlenül van így színesen aláhúzogatva nekem egy-egy ige, amit különösképpen szólt hozzám mindig, mikor sorolvassuk a vezérfonal szerint a Bibliát. És mindig, amikor tényleg, na, ez az ige most pont nekem szól. Pont erre kell figyelnem nagyon, mert ebben még elbukhatok, el tudok bukni, hogy elnyersek. Ennyit bízott rám a mindenható, hogy ezt elmondja, amit most előttetek, úgyhogy próbáljunk meg mi is lélekmentők lenni. Úgy, ahogy ott a Balatonnál is vannak igaz-e mentők, akik vízi mentők, akik embereket mentenek. Milyen sok a fuldokló ember most manapság, akik fuldokolnak a bűnfertőjébe, és nem tudnak szabadulni. Lehet, hogy akarnának szabadulni, de nem tudnak, mert nincs kitől hallja. Van egy kedves énekünk, hogy egy lélekért sem érjen vágyat téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Mert nincs kitől hallja megváltó keresztje, még gazdag élet kulcsa lett neked. Hogy egy lélekért sem érjen vágyat. És ezt megtanította velem az Úr, hogy ezt nagyon komolyan kell lenni. Én is megtehetném, hogy már időskorom ellenére nem jövök. De mégis jövök. Van egy kedves éneknek a refréje, hogyha haszon tudja lenni, szent szavára hallgatok. Ez a refrény ennek az éneknek, ha még haszon tudja lenni. Amen. Imádkozzon. Drága Úr Jézus, Istennek báránya, te, aki engedelmes voltál, mint halálig, a keresztfának haláláig, azért, hogy inkább bűnös embereket megmentsél a kárhozattól. Köszönöm te néked, hogy itt lehetek ugye az idős testvérek között. Adtál erőt hozzá uram ahhoz, hogy végigálljam ezt az egy óra hasznát. Legyen tiéd érte a dicsőség uram. Hálát adott te néked azért is, hogy még tart a kegyelmi idő, és még szól az ige. Vasárnapról vasárnapra hívogat a harang szava. Tetted két élő törré a harang szavát, hogy az emberek ne tudjanak otthon maradni, hanem menjenek, hallják az igét és megtérjenek. Így kérlek te hozzád a vasárnapi szabadtéri evangelizációért és szilvására, uram, hogy gyűjtsed össze, minél többen jöjjenek, úgy, ahogy eddig is minden évben megtörtént, uram, hogy megtelt a domboldal emberek seregével. Könyörgök te hozzád a betegekért. Gyógyíts betegségüket, enyhíts fájdalmaikat, az árvákért, az özvegyekért, uram. És könyörgök te hozzád, mennyire, atyám, azokért, akik nem tudnak hinni, azért, mert megbotránkoztatták őket azért, azok, akik magukat kereszténynek vallják, de nem azok. Uram, könyörülj meg rajtunk, és adjad, hogy
eljusson hozzájuk is az élő evangélium. Könyörgök te hozzád egyházadért, vagy ébredést, vagy megújulást, Uram, adj új reformációt, hogy legyenek, akik hirdetik, fenn szóval hirdetik, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére, és könyörgök te hozzád mennyire Isten, népünk vezetőjét is. Hálát adok te néked, Uram, hogy olyan vezetőt adtál ennek az országnak, aki nem szégyelte bevallani azt, hogy tiéd legyen a dicsőség országvilág előtt, az, hogy hiszte benned, Uram. És köszönöm te néked, hogy adtál neki bölcsességet, hogy felépítse a határkerítést, Uram, hogy a pogány népek ne árasszák el ezt a kicsi országot. Láthatjuk, hogy a szomszéd népeknél milyen nagy bajok vannak, Uram. Könyörülünk rajtunk is. Adj bölcsességet továbbra is neki, hogy ellen tudjon állni, Uram, a brüsszeli bürokratáknak és a hazai baloldalnak is. Könyörülj meg rajtunk, könyörgök te hozzá ennyi fájdalmainkat, terélj velünk az éjszakában is, és könyörgök te hozzá tárnodat, az orvosoknak a gyógyító kezét, Uram, hogy minél több beteg meggyógyuljon, hogy különösképpen azok, akik még nem hisznek benned. Uram, tudod, hogy én kész vagyok, bár akármikor szólítasz, kész vagyok hozzád menni, mert az mindennél jobb lenne nekem, hogy Pál apostol is írja. Mindennél jobb lenne nekem már nálad együtt lenni te veled, de még így kell maradnom, ha még hasznomat tudod lenni. Áras kiránk, szent lelkedet, Uram, akik itt vannak, azokra különösképpen. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket, aki így tanított imádkozni. Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket hadd meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenkinek. Amen. Fogadjátok az áldást. Semmifelől ne aggódjatok. Mindenért hálát adjatok. Kéréseiteket mindenkor háladással tárjátok az Úr elé. És az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrzni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Ez a testvérek, hallgassatok meg egy éneket, amit szeretnék elénekelni. Kéklő tengernek partján, ott, hol mosolyg az ég, ott illattal fénnyel, von telve a lég. Ott, hol zeng a madárdal, fény árad szerte az ég. Ott kérdezte meg Jézus, mondd, szeretsz-e még? Uram, tudod, jól szeretlek én, a tied lettem, te az enyém, tiéd a szívem, az életem, én Uram Jézus, ő mesterem. Jézus megkérdé újra, Péter, szeretsz-e még? Érted, jöttem a földre, mert szeretlek rég. Érted, ontottam vérem, ott fenn a kereszt vár. Mondd, hát szeretsz-e engem, mondd meg igazán, mit mondjak néked, én Jézusom, szeretlek téged szívből nagyon, nem vágyom másra, nem sohasem,
csak veled lenni, ő mesterem. Harmadikben is kérdem, mondd, hát szeretsz-e még? Nem tagadsz-e meg újra, mint elég te véd? Mondod-e még majd egyszer, nem ismerem őt? Nyílik átokra ajkad, egy cseléd előtt. Ó, Uram, kérlek, könnyezd be én, bocsásd meg nékem, mit védkezén. Ismered jól te az én szívem, tudod, szeretlek, hű mesterem. Köszönjük, Pánom! Köszönöm, Maradiga! Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe áll. Hitünk karja úgy ölelje, édes megváltónkat áll. Ő fejünk minéki tagja, ő a fényi színei. Mi cseléde, ő a gazda, ő miénk övéimi. Szeretetben összeforva egy közös test tagjai, tudjuk egymásért harcolva, ha kell vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáján, halt megértünk jólunk, fájna néki látva minket, hogy szeretni nem tudunk. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egyte vagy, míg egyé lesz benned végre minden szív az ég alatt. Míg szent lelked tiszta fénye, lesz csak fényünk és napunk. A világ meglátja végre, hogy tanítványaid vagyunk. Nagyon szent család.